Ott ültem a Vatta nevű falu sporttelepére költözőjében, és azon gondolkodtam, miként fogja 22 férfi azt csinálni a pályán, amit én mondok. Még azt sem tudtam elgondolni, hogy ha belefújok a sípba, akkor reagálnak a hangra. Valószínűbbnek tartottam, hogy egyetemes történelmi kitekintésben is egyedülálló megaláztatásban lesz részem. Fújom majd a sípot, de a játékosok rám se heverítenek. Szaladnak tovább, én meg csak sípolok tovább középen, mint egy elveszett bolond.